Két dudás a nemzeti csárdában az összefogás jegyében. VB kudarc után az EB-selejtezőkön a Győr és a Ferencváros vezetőedzői irányítják együtt a női kézilabda válogatottat 4 meccs erejéig. Ambros Martin és Elek Gábor párosát a bőn időszak segítője Siti Bea egészíti ki. A döntésről és a sporták bajairól, a kilátásokról Laurence László mesteredzőt kérdezzük már is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Te hiszel az ilyen nagy riválisok összefognak történetek erejében, legalábbis rövid távon? Hát rövid távon megoldható, főleg ismerve a két embernek a karakterét a jelen helyzetben, hiszen óriási sportember mind a kettő és a szakmáját tudó. De van erre példa más válogatottaknál is, meg klubcsapatoknál is, hogy két azonos kaliberű és híres edző csinálja együtt a munkát. Hogyha csak olyan nagyon messzire nem megyünk, ugye a magyar női válogatottnál annak idején Németh András és Zsiga Gyula is vittek egy világbajnokságot együtt, ugyebár. Igen, volt erre itt is példa. Na most az a nagy kérdés, hogy ez csak rövid távon működhet-e, és ezzel a döntéssel a szövetség egy valódi, hosszú távú döntést elodázott-e, hogy újabb időt nyerjen és végig tudja gondolni. Erre mondjuk jók lehetnek az EB-selejtezők? Igen, itt szerintem erről van szó, mert Gyula azt kijelentette, hogy egyértelműen, hogy nem. És én szerintem is ez egy rövid távú megoldás, olyan értelemben nincsenek túl nehéz helyzetben, hogy ebből az Európa-bajnoki selejtező csoportból simán tovább fognak jutni, hiszen olyan ellenfelek vannak, akiket jó, hát a lengyelek az... Jó, két lengyel meccs, de aztán van még egy szlovák és egy finn. Igen, úgyhogy továbbjutás az egyértelmű. És ezt az időszakot biztos, hogy meg tudják oldani közösen. Főleg így a Bea is ott lesz, aki volt játékosom a válogatottba is, meg a klubba is. Úgyhogy ez egy jó hármas erre a rövid távú feladatra. Na de akkor ezek szerint itt egy rövid távon egyáltalán lehet egy kísérletnek fölfogni? Tehát azt, hogy mi jön ki abból, hogyha két nagy klub edzője, két rivális, egy spanyol és egy magyar összehajol? Én nem hiszem, hogy ez ilyen jellegű kísérlet lenne. Ez alatt lesz ideje a szövetségnek eldönteni, hogy ki lesz az a végleges. Akárhogy is, de veled egyébként ilyen előfordult a praxisodban, amikor összekényszerültél, vagy nem kényszerültél, hanem úgy alakult, hogy együtt kell működni másik kollégával, vagy riválissal? Nem, mindig én választottam. Úgyhogy nekem ez a helyzethez nem volt szerencsém. Milyen nehézségek lehetnek ebbe, hogyha azt gondolja az ember, hogy mondjuk ki irányítja a meccset, ki irányítja az időkéréseket? Tehát, hogy igazából Ambros Gábor vagy Martin Elek lesz itt a... Nem, hát én ezt a két embert ugyan személyesen csak egyiküket ismerem, biztos, hogy ezt a kérdést le fogják időbe tisztázni és megoldani, vannak annyira intelligensek. Úgyhogy ettől én nem félek itt, amit fölvetett a Népsport is tegnap. A két edzői felfogás között van alapvető különbség, tehát más az a bizonyos spanyol kézilabda és az Elek Gabinak azért nem ugyanazok a elképzelései, ahogy én láttam a kézilabdáról, de ezt ilyen rövid távon biztos, hogy ennek az eszenciáját mind a kettőt kiveszik össze, egy kicsit vegyítik, ez a játékos állomány és az ő szaktudásuk elég lesz ahhoz, hogy megoldják. Na most viszont ugye december óta volt már idő elemezni a VB kudarc tanulságait, azt a helyzetet, amit ugye a férfiak tetézték azóta azzal, hogy nem leszünk először ott az olimpián. Egyszer nem voltunk ott, de akkor nem volt ott az egész béketábor kivéve. Én akkor igen. Szerencsére Ausztriában akkor voltam, átvesztél az osztrák csapat. Velük kint voltam. Igen. Na most eltelt ennyi idő, de még kell akkor ez szerint idő a jó döntés. Ezt te miben látod eddigi gondolkodás alapján a kudarcokait? A női válogatott. Így van, pontosan. Hát... Vagy akár, hogyha közösnek látsz a magyar kézilabda ügyében gondokat. Tehát a játékos állomány az megfelelne annak, hogy ott maradjunk a világ élvonalába. Pontos információm nincsenek, hiszen nem vagyok már annyira benne a berkekbe. Szóbeszéd, pletyka, tehát ilyenkor mindig van, főleg akkor, hogyha valami nem sikerül. Ezekre nem lehet alapozni.
egy biztos, hogy ez a játékos állomány alkalmas arra, hogy eljusson majd a következő világversenyre, és ott sikeresen szerepeljen, a megfelelő vezetést kap. Na most azt el lehet mondani a nőknél is kritikaként, ami a férfiak esetében gyakran elhangzik, hogy túl sok az idegen légiós a bajnokságban, tehát a magyar női bajnokságban, hogy a fiatalok nem kapnak akkor a lehetőséget. Igen, ez egy általános probléma, egyet kell vele érteni, és ez a bizonyos 6 pont, ami elhangzott a szövetség részéről, ennek egyik alapvető problémát, ezt a problémát kezelni fogja remélhetőleg, és valami értelmes megoldást, mert ez biztos, hogy hátráltatja a magyar fiataloknak az előrejutását. Hiszel a ilyenkor lehetséges adminisztratív döntésekbe? Azt már láttuk, hogy a futballnál ott egy pozitív ösztönzővel próbálkoznak meg, tehát azért fizetnek kluboknak, hogyha fiatal magyarokat a pályán tartanak. Másút meg vannak korlátozások, tehát például a kosárlabdában is kell játszatni fiatalt bizonyos idő közönként, a vízilabdában meg majd 2017-től 2 lesz csak a légiósok száma a kluboknál. Igen, hát többféle variációs megoldás van, lebegtetnek egy olyat, hogy a magyar bajnokságban meghatározzák a optimálisan egy mérkőzésen szerepeltető, tehát lehet 18 külföldi játékosa egy csapatnak, de abból a magyar bajnoki mondjuk csak 3 játszhat a nemzetközi mérkőzéseken, meg mind a 18. Tehát van egy ilyen megoldás is, nem tudom melyiket fogja választani a szövetség, de dönteni kell, és minél előbb. Visszatérve ezekre az EB-s lejtezőkre, lengyelek, nekik tartozunk ugye a VB miatt valami fajta visszavágással. Számítasz-e arra, hogy ez a két szakember, csúcsklubok vezetői most kísérletezésbe is foghatnak, tehát jobban használnak majd fiatalokat, fiatal tehetségeket forgatnak majd ezeken a mérkőzéseken? Hát ha a lengyel meccsen nem is. De a másik kettő nyugodtan próbálkozhatnak, nem akarom lebecsülni az ellenfeleket, de hát ezeket bal kézzel is meg kell verni a másik kettőt. Na most a másik nagy kérdés, ugye vannak sérültjeink azért, de erre te azt mondod, hogy az állomány nem olyan vékony, hogy ezeket ne lehessen pótolni. Erre az Európa-bajnoki selejtezőre biztos, hogy lehet. A te elképzelésed vagy ízlésed, döntésed szerint, ha hosszú távú megoldást keresnek, akkor, és itt megint csak a szövetség törekvéseivel egybevágóan, magyar szakembert kellene preferálni, itt volt egy, ugye a sor minta szerint most külföldinek kellene következnie, hogyha egymás után jönnek majd. De egyébként szóval milyen elvek szerint kellene kiválasztani a következő kapitányt? Hát ezt egyértelmű, ez is ebbe a 6 pontban benne foglaltatik. Jó, itt kell életvitelszerűen élni. Ez teljesen egyértelmű. De a fél Dunántúl el van hollandosodva, a német esetben, úgyhogy lehet találni életvitelszerűen itt lakót, külföldi. Hát most azon lehet itt polemizálni, hogy ez főfoglalkozású legyen-e, vagy pedig klubedző is lehet, mert széles akkor a tárház nagyon. Én nem tudom, hogyha az elek nem vállalja, már pedig én úgy tudom, hogy semmiféle körülmények között nem, akkor én inkább azt mondanám, hogy hozzanak egy külföldit. Igen? Miért? Tehát azt mondod, hogy akkor e tekintetben nem olyan széles a merítés, mert egyszerűen akkor mondtunk egy magyar edzőt, aki nem nagyon kívánkozik el a klubjától, de mégiscsak olyan magyar edző kellene, amelyik ilyen szinten van benne az ízásban, mint a Bajnokok Ligája? Nem, én itt arra gondolok, hogy egy abszolút tekintély, tehát ennek fölé, a női keret fölé egy abszolút tekintély szükséges. Tehát egy diktátor. Hadd ne magyarázzam meg, hogy miért. Sok nagy egyéniség, sok érdekes és eltérő karakter, igen. És kell egy nagyon erős személyiség. Nagyon erős, és megmondom, én nem akarok senkit megbántani, de nem látok ilyet. Nem látsz ilyet a magyar mezőnyben, igen. A Elek Gáboron kívül edzőket, igen. aki igen. ezt a tekintélyt meg tudja teremteni. Senkit meg nem bántva. Aki alól nem szaladnak szét a lányok, úgy érted? Esetleg. Uh-huh.
külföldi edzőkön, ha gondolkodunk, ez meg azért nagy kérdés, hogy már az elején utaltál, hogy spanyol iskola, vagy az a fajta kézilabda, amit Elek Gábor akar játszatni, és hogy ilyen szempontból gondolkodik-e a szövetség, a Nemzeti Akadémia és egyáltalán a sportág a jövőn. Amikor azt mondjuk, hogy válogatott, válogatott karaktere, stílusa, akkor milyen irányban kell tapogatózni? Milyen kézilabda válogatottra lenne szükség? Hát nyilván, hogy nem biztos, hogy az lenne jó, ha ezt a spanyol játékot adaptálnánk, mert tehát van egy magyaros játékstílus, amiben a magyar emberek egyénisége, kreativitása kell, hogy kibontakozzon. Tehát én inkább egy magyaros stílus felé mennék, nem vitatva azt, hogy ez a úgynevezett spanyol iskola is természetes, hiszen vannak eredményei, de én inkább egy magyarosabb, kreatívabb játékból. És ahhoz keresnél egy külföldi edzőt, ha Elek Gábor nem vállalja. Igen. Hát a végére értünk, mester, meglátjuk, most minden esetre akkor ezek szerint van lehetőség a kísérletezésre is a két trénernek együtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is.